Áldás, békesség, jó reggelt kívánok! Isten igéjét Habakuk könyvének harmadik részéből olvasom, a második verset. Uram, hallottam, amit hirdettél. Félelem fog el attól, amit teszel, Uram. A közeli években valósítsd meg, a közeli években tedd ismerté, de haragodban is gondolj az irgalomra. Amikor Isten ítéletéről hallunk, akkor olyan szavak jutnak eszünkbe, mint harag, mint büntetés, és arra gondolunk, hogy egy idő után az emberből még Istennek is elege van. Besokal, nem bírja tovább, amit az ember tesz. Így volt ez a babiloni fogság előtti időben is, és tudjuk azt, hogy voltak proféták, akik hiába figyelmeztették a népet, hogy változtatni kellene, hogy meg kellene térni, nem történt semmi sem. Szomorú sorsú Jeremiás is ebben az időben hirdette kilátástalanul az igét, és az ő kortársa volt ez a bizonyos Habakuk is, talán kevésbé ismert a története, de ő is tisztában volt a realitással, jön a végzet. Még késlekedik, de Isten haragja le fog sújtani a népre. Miért? Istennek az ítélettel azt hinnénk, hogy az a célja, hogy jól megbüntessen bennünket, és amikor a bűnös szenved, ő kélyesen hátradől és élvezi a látványt. Valójában arról van szó, hogy az ítélet célja a gyógyítás. Az a célja az ítélettel, hogy éljünk. Azért jön el Isten ítélni, hogy megmentse a bűnöst. Ha fájdalom árán is, de gyógyítsa a bűnöst. Advent idején is Isten eljövetelére várunk. Krisztus eljött, ezt is jelenti ez a kifejezés. És bizony eljöhet ítélettel, számon kérő módon, de azzal a céllal, hogy megújítson. Hiszed-e ezt, testvérem? Ha igen, imádkozz őszinte szívvel. Uram, készen állok arra, hogy megítélj, hogy megújíts, hogy meggyógyíts. Várom a te irgalmadat. Ámen.